Kerub sorozat, harmadik előadás, Őrangyal. Boldog 9. Pius pápa gyerekkorában naponta minisztrált. Egy reggel, miközben az oltár lépcsőn térdelt, hirtelen erős félelmet érzett. Nem tudta mitől. Fölnézett, és az oltár túlsó oldalán egy fényes ifjú alakját pillantotta meg, aki kézmozdulattal hívta magához. Zavarában nem mert mozdulni, de akkor a jelenés még határozottabb mozdulattal intett, hogy menjen át hozzá. Fölkelt hát, és átsietett a túlsó oldalra. A látomás eltűnt, de a következő pillanatban lezuhant az oltárról egy súlyos szobor, éppen arra a helyre, ahol az imént még a fiú térdelt. A pápa gyakran mesélte el megmenekülésének történetét, meg volt győződve arról, hogy őrangyalát látta. A stigmatizált kapucinusnak, Szent Padre Piónak volt San Giovanni Rotondóban egy rendtársa, akinek fontos lett volna korán kelnie, mert rá volt bízva egy beteg ápolása. Megáltalkodott reggeli alvó lévén azonban rendszeresen elaludt. Az ébresztő óra csöngött, de ő rá se hederített. Egyszer panaszkodott erről a nehézségéről Padre Piónak. Másnap arra ébredt, hogy valaki dörömbön az ajtaján. Kinézett, nem látott senkit. De az óra éppen akkor csörgött. Ezúttal nem késett el a fölkeléssel. A következő reggel megismétlődött a dörömbölés az ajtón, a szerzetes újból idejében ébredt. Aznap összefutott Pió atyával, aki jellegzetes huncut mosolyával megfenyegette. Azt hiszed, minden nap elküldöm az őrangyalomat, hogy fölébresszed? Inkább vegyél egy új vekkert. Betlehemi boldog Miriam, az arab kármelita nővér, akinek életét gyermeki egyszerűség és rendkívüli misztikus jelenségek sorozata jellemezte, az angyalokat naivságában gyerekeknek nevezte, nyilván nagyon fiatalon jelentek meg látomásaiban, egyszer súlyos ládák voltak elhelyezve egy teremben, amelyeket csak két nővér bírt megemelni. Amikor a nővérek bementek, hogy rendbe rakják a ládákat, azok már a helyükön voltak. Miriam pedig a termet söpörte és elragadtatásban volt. Ki tette helyre a ládákat, riasztották föl az ámuló nővérek. Egyik gyerek megfogta az egyik végét, mutatott Miriam egy nagy ládára, egy másik megfogta a másik végét, én pedig középen segítettem egy keveset. Aztán hozzátette, amikor önök jöttek, ők elmentek. Az evangélium jut eszünkbe, Márk 1.13, az angyalok szolgáltak neki. Ezekben a történetekben új szerepben látjuk az angyalokat. Az embereknek segítenek. Igen, az angyalokkal nem csak a Bibliában és a liturgiában találkozunk, a bennünket körülvevő valóság szellemi dimenziójához tartoznak. Hogy valakinek érzékszervi észleletben is megmutatkoznak, mint az említett három példában, az persze kivételes eset. Képesek rá, mert a szellem magasabb rendű valóság az anyagnál, következésképpen befolyásolni tudja az anyagot, gondoljunk itt arra, hogy az emberi lélek is szellem, és irányítja a testet. Persze a test is visszahat a lélekre. Az angyalnak azonban saját teste nincs, ezért független az anyagtól, de ki tudja fejezni magát oly módon, hogy hat az anyagra. Látomások esetében az emberi érzékelésre, de mint láttuk a ládákra is tudhatni. Vannak kivételes természet fölötti adottságú személyek, akik rendszeresen látják az angyalokat, különösen őrangyalokat. Ez azonban kivétel, nem a rendes mód, ahogy megjelennek életünkben, ahhoz, hogy kapcsolatba kerüljünk az angyalokkal, tudatosítanunk kell életünk realitásának szellemi oldalát. Hibás gondolkodás, ha csak a rendkívüli eseményekben vagyunk hajlandók elismerni az angyali tényezőt. Jézus mondja a gyermekekről, vigyázzatok, ne vessetek meg egyet sem a kicsik közül, mert mondom nektek, angyalaik a mennyben mindig látják atyám arcát, aki a mennyekben van.
Máté 18:10. Az angyal számára nincs időbeli kötöttség, mindig látja az Atya arcát, mindig jelen van életünkben, legfeljebb mi nem mindig veszünk róla tudomást. Amikor szegedi spirituálison egy mélyen hívő pap azt mondta egy elmélkedésben, revideáljuk kapcsolatunkat az őrangyallal, akkor kezdődött életem angyaltudatos szakasza. A történet, amit most elbeszélek, már ebből a szakaszból való. Egy alkalommal, amikor a Vác melletti kosdon voltam plébános, meglátogattam volt lelkiatyámat, aki Kazinc Barcikán töltötte nyugdíjas éveit. Miközben beszélgettünk, megindult egy korai havazás. Elköszöntem, mert autóval voltam, és haza szerettem volna élni, mielőtt járhatatlanná válnak az utak. Kocsimba ülve elmondtam az őrangyal imát. Isten angyala, őrangyalom, világosíts meg, őriz, irányíts és kormányoz engem, akit reád bízott az isteni jóság. Vasárnap délután volt, a sűrűn hulló halat nem takarította senki, alig találtam forgalmat Miskolc után az akkori hármas úton, akkor még csak Gyöngyösnél kezdődött az autópálya. A friss havon húzódó gyér keréknyomban óvatosságból a szokottnál lassabban vezettem ugyan, de azért olyan sebesen, ahogy csak mertem, mert vártam hazajutni, és falum messze volt. Vezetés közben imádkoztam. Ritkán jött szembe jármű, de éppen akkor csúsztam meg, amikor egy hosszú kamion haladt mellettem a szemközti irányban. Hallottam olyat, hogy ha megcsúszik a kocsi, nem ellentétes irányba kell fordítani a kormányt, hanem a csúszás irányába. Akár álmomból fölébresztve is emlékszem erre a tanácsra, de ha van helyzet, amikor biztosan nem jut eszembe, az az, amikor éppen neki megyek egy kamionnak. Valószínűleg azt csináltam, amit váratlan veszélyben ösztönszerűen tesz az ember. Ellenkező irányban rántottam a kormányt, és görcsösen beletapostam a fékbe. A kocsi azonban csak csúszott tovább, a kamion pedig nagyon hosszú volt. Az összeütközés elkerülhetetlennek látszott. Nem volt idő megijedni. Mindössze egy csodálkozó kíváncsiságra emlékszem, vajon milyen lesz. Nem tudtam meg. A kamion elzakatolt, és én ott álltam a havon, ellenkező irányba fordulva, teljesen sértetlen kocsival. Máig sem értem, hogy maradhatott el a karamból. Hálát adtam, vettem némi mély lélegzetet, aztán megfordultam és indultam tovább. Az őrangyal kormányzott. Elvégre azt kértem tőle, őriz, irányíts és kormányoz. Messze menően nem azt állítom, hogy valami nem a fizika törvényei szerint folyt le, hogy az angyal fölgyorsította a kamion elhaladását, vagy lelassította az én kocsim csúszását. Ilyesmit nem tudok, nem is akarok bizonyítani. Csak azt tudom, hogy a biztosnak látszó baleset ellenére megvalósult egy azzal ellentétes eszme, a nem lesz semmi baj eszméje. Ezt az eszmét tulajdonítom az őrangyalnak, akire oltalmamat bíztam. Jézus Krisztusban, mindkettőnk urában. Nem csak a rendkívüli eseményekben kell angyalt keresni. A leghétköznapibb esemény szellemi háttere is fönnáll, a jó vagy a rossz angyalokban. Ugyanakkor azt se zárom ki, hogy az őrangyal rendkívüli módon avatkozott be. Ha Isten akarja, az is lehetséges. A kamionos eset Miskolc és Gyöngyös között történt velem. Gyöngyösnél választás elé kerültem. Hazamenjek a rövidebb úton, kisebb falvakon keresztül Kostra, vagy kerüljek Pestre az M3-ason, és utána a 2-es úton Vácra. Őrangyalomhoz fordultam, mutassa meg a helyes döntést. Igaz, az erdei utakon sok hóra számíthattam, de máshol se takarították a havat. Az autópálya is hó alatt állt. Mint hogy azt kértem az őrangyaltól, hogy világosítson meg és irányítson engem, most arra számítottam, hogy eligazít. Imádkoztam és befelé hallgatóztam. Bensőmben azt a választ éreztem, hogy menjek Pesten át a hosszabb úton. Semmi kedvem nem volt hozzá, de engedelmeskedtem. És Pesttől Várcig
tiszta, simára takarított út várt. Ki tudja, mi lett volna velem a hegyekben? Vált utána meredek kapaszkodom, egymást segített föltolni az elakadt ladák legénysége, kis Marutin egyet rugaszkodott, és már fönt is volt. Hazaérkeztünk. Én vezettem a Marutit, az őrangyalom engem. Találkoztam már olyan véleménnyel, hogy az őrangyalok tana New Age hiedelem. Tény, hogy a New Age visszaél vele, mint ahogy bármilyen vallási fogalommal vissza lehet élni. Maga az őrangyalok létezésében való hit azonban teljességgel keresztény. Már az Ószövetségben is olvassuk, angyalainak parancsolt előled, hogy minden utadon őrizzenek. 91. Zsoltár 11. vers. Az Új Szövetség szolgáló lelkeknek nevezi az angyalokat. Ők ugye mindnyájan szolgáló lelkek, és azok szolgálatára küldték őket, akiknek az a hivatása, hogy örököljék az üdvösséget. Zsidó levél 1. fejezet 14. vers. Az őskeresztények meg voltak győződve, hogy van személyes angyalunk. Amikor a börtönbe zárt Péter kiszabadul és zörget, a Márk anyjának jeruzsálemi házában összegyűlt hívők a szolgáló lelkendezésére azt válaszolják, az angyala az. Apostolok cselekedetei 12-15. Máté evangéliuma őrzi Jézus szavát, amelyre ez a meggyőződés alapozható. Vigyázzatok, ne vessetek meg egyet sem egy kicsik közül, mert mondom nektek, angyalaik a mennyben mindig látják atyám arcát, aki a mennyekben van. Máté 18.10. Minden emberi személyiség és életterv eszméje mögött angyal áll. Erről tanúskodik a szent hagyomány is. Szent Jeromos, aki a 4. és 5. században élt, írja a következőt, a léleknek ritka nagy méltóságára mutat, hogy születésétől fogva mindegyiknek angyal van az őrizetére rendelve. Nagy Szent Bazil a 4. századból pedig ezt mondja, minden hívő mellett áll egy angyal, mint támogatója és pásztora, hogy vezesse őt életében. Utóbbit a katekizmus is idézi és magáévá teszi. Hozzáfűzve, idézem, a keresztény élet már itt, a hitben, részesedik az Istenben egyesült angyalok és emberek boldogító társaságából. Ez a katekizmus 336. pontjában van. 1608-ban 5. Pál pápa engedélyezte, 1670-ben pedig 10. eleme kötelezővé tette a szent őrző angyalok liturgikus ünneplését, amelyet ma is tart a római naptár október 2-án. Az egyes emberek őrangyalának létezése, eszerint bár nem hittétel, az egyház biztos tanításához tartozik. A szent életű Szegi Ernő kármelita atya mondja, idézem szó szerint, föltétlen igazság tehát, hogy körülöttünk angyalok szállongnak, és közülük egyesek a mi különös őrizetünkre vannak rendelve. Az én oldalam mellett tehát itt van egy csoda szépségű mennyei lény, egy hatalmas szellem, aki immár 72 esztendeje fáradozik azon, hogy a lelkemet minden bajtól megóvja, és attól a sátán támadásait tőle telhetőleg visszaverje. Minden kísértéstől ugyan nem képes engem megszabadítani, mert ezekre az Úristen a rossz szellemnek bizony szabadságot ad, de azért a legrészesebbekből tudom kimentet. És mindig magam voltam az oka, ha emberi igyekezete nem sikerül. Nincs ezen a földön, ez még mindig az idéze, nincs ezen a földön hozzáfogható hűséges barátunk, és ez a körülmény kell, hogy a mi részünkről is gyöngét szeretetet váltson ki irányában. Az égiek nagyon érzékenyek a hálával és hálátlansággal szemben, amint ezt az édes Jézus is kimutatta, a 10 bélpokros esetében. Ne legyünk tehát közömbösek, őrangyalunk szívességeivel szemben, hanem vegyük azokat észre, és viszonozzuk mindig forró hálával. Hogy mikor tesz nekünk ilyeneket? Ugyan kérem,
tartsuk nyitva szemünket a nap folyamán, és számoljuk össze azokat az eseteket, amikor valamely veszedelmes kísértés, mint valami fáradt löveg pattan le rólunk, vagy pedig szinte a fülünkkel halljuk a jó szellem sugalmait. Itt zárul az idézet Szegi Ernő atyától. Látható, hogy Ernő atya sem rendkívüli dolgokra gondol, hanem mindennapi életünk szellemi hátterére. Roppant kedves az a mozzanat, amit saját életéből elbeszél, ismét szó szerint idézem, hozzátartozik az őrangyal tiszteletéhez az is, ha megkérjük erre vagy arra. Részemről az iránt szoktam megkörnyékezni, hogy reggel a kellő időben keltsem fel, vagyis valamivel a többiek előtt, hogy tocsakos öreg létemre is idejében el tudjak készülni. Mondhatom, a legritkább esetekben hagy cserben, és akkor is talán inkább azért, mert látva, hogy szükségem van rá, tovább akar az ágyban hagyni. De azért ilyenkor kissé duzzogni szoktam, és egy ideig görbén nézek rá. De ez nagyon bizalmas lábon vagyunk rám, s ő az ilyeneket elnézi nekem. Itt zárul az idézet. Ez a gyermek ilyen bizalmas viszony az, amit a múltkor felolvasott Játszótárs című versenben próbáltam kifejezni. Töredelmesen be kell vallanom, hogy elkövettem még egy hasonló tartalmú költeményt, Játszom veled címmel. Játszom veled, játszol velem, angyalom, zengő szellemem, hegyvonulat vagy, lebukom, meredek sziklataladon, hegyi patak vagy, forgatag vízesésed mélybe ragad, de felbukkanok újra vad, szikrázó csillagok alatt, te vagy a táguló tejút, fülemben az űr csöndje zúg, imádkozol, imádkozom, szellemem, zengő angyalom. A vers az imádságnál köt ki. Az egyházi hagyomány azt a komoly szerepet tulajdonítja őrangyalainknak, hogy velünk imádkoznak Istenhez. És Isten közelségük külön értéket ad imáinknak, mint egy Isten elé viszi azokat. Ez korán sem jelenti, hogy az imában nem magával Jézus Krisztussal, s őbenne a teljes Szent Háromsággal vagyunk kapcsolatban, hanem az, hogy ez az Istennel való közösségünk egyúttal szükségképpen angyal közösség is. Origenészt idézem, a harmadik század nagy teológusát, az Úr angyala védelmével körülveszi azokat, akik őt félik, és megvédi őket. Angyalunk szüntelenül szemléli a mennyei atya arcát, szünet nélkül odaviszi imáinkat az egyetlen főpap által a világmindenség Istenéhez, annak imájával egyesülve, aki az ő oltalma alatt áll, idézet bezárva. Ebben újra megmutatkozik, hogy az angyalokkal nem öncélúan, hanem Isten kedvéért foglalkozunk. Aki nem imádkozik Istenhez, hiába próbál különböző mágikus trükkök segítségével őrangyalával kapcsolatba kerülni, a szent angyalok nem fognak jelentkezni. A szentségtelen angyalok inkább, de róluk majd később lesz szó. Befejezésül Ernő atyához térek vissza. Ő tanít meg bennünket, milyen gyermeki egyszerűséggel fordulhatunk őrangyalunkhoz, és mennyire nem kell tartanunk attól, hogy nem figyel ránk. Idézek szó szerint, legyen a mi viszonyunk őrangyalunkhoz a lehető leggyöngédebb és legbizalmasabb barátság. A Szentírás lapjai olyanoknak mutatják be az égnek ezeket a fejedelmeit, mint akik ezt a szeretetet tőlünk teljesen megérdemlik. A Jelenések könyvében Szent János apostol az angyal lábához akar borulni, de az nem engedi, vigyázz, ne tedd ezt, mondja neki, szolgatásod vagyok én neked és testvéreidnek. Szóval az ég főnemessége és a mennyei udvartartás nagy méltóságai nem kívánnak tőlünk hétrét, görbülést és hangzatos címeket, hanem magukat velünk egyenlőnek vallják. Nem kell előzőleg az iránt érdeklődnünk, hogy milyen megszólítás illeti meg őket. Nem kell megvárnunk, amíg ők ereszkednek le nagy kegyesen hozzánk, hanem bármikor, akár azzal kezdhetjük, hogy minden bevezetés nélkül a nyakukba borulunk. Egy föltekintés hozzájuk, és megvan a telefonösszeköttetés,
sőt azonnal itt vannak az oldalunk mellett, és addig társalognak velünk, ameddig nekünk tetszi. Eddig az idézet. Barátom, ha eddig még soha nem borultál őrangyalod nyakába, nosza. Kovács Gábort hallották.